óriási lehetőséget teremt az elmúlt évek átfogó kormányzati sportfejlesztési programja, programjai. Ennek a részeként tudtunk végrehajtani a tavalyi esztendőben, a 2014-es esztendőben egy olyan léptékű MTK sportlétesítményfejlesztési programot, amit, amit hát még akár csak egy-két évvel korábban is a legszembábunkban sem reméltünk. 2014-ben kilenc helyszínen összességében 860 millió forintot tudtunk MTK sportlétesítmények fejlesztésére fordítani. Ez a pénz, ez, ez alig néhány millió forintot leszámítva, mind olyan sportágok létesítményeinek a fejlesztését szolgálta, amely sportágak sorába nem tartozik a labdarúgás. Én szeretem a focit, én fontosnak tartom a labdarúgás támogatását, nem a labdarúgással szemben fogalmazom meg ezt, de tíz sportág, a röplabda, a kosárlabda, a vívás, a kajakkenú, az evezés, a ritmikus gimnasztika, a kézilabda, az ökölvívás, kapott Teljesen megújult sportlétesítményeket, ezeknek a sportágaknak az edzéseire, a mérkőzéseire, a versenyeire lehetőséget teremtő MTK-s sportlétesítmények felújítását tudtuk végrehajtani, vagy tudtunk nagyon-nagyon komoly eredményeket elérni. Ahogy ezt említettem, kilenc helyszínen tudtuk ezt végrehajtani. Itt a Városmajorban, a Lantos Mihály sporttelepen, a Hungária körúti volt kosárlabda, ma már kézilabdacsarnok van, két kajakkenú telepen, evezős telepen, Kispesten egy vadonatúj ökölvívótermet sikerült kialakítanunk. Elfeledkezzek el az evezésről, az evezőtelep felújításáról. Az az építkezés, amit mi három szempontból fogalmazunk meg, építeni új sportlétesítményeket, a meglévőket felújítani, építeni az MTK szervezetét, már több mint 30 szakosztályunk van, több mint 2000 sportoló az, aki MTK színekben készül, versenyez, igyekszik minél jobb eredményeket elérni, és erősíteni, építeni az MTK családot, ezt a, ezt a közösséget, ezt a sport szerető emberekből álló közösséget. Ebben az építkezésben mindegyik területen azt gondolom, hogy komoly eredményeket sikerült elérnünk, de különösen büszkék vagyunk abban, hogy a, hogy a legnagyobb értékű, a leglátványosabb sportlétesítmény fejlesztésével, beruházásokhoz még hozzám sem kezdve közel egy milliárd forintot tudtunk MTK sportlétesítmények fejlesztésére fordítani.